Sziasztok! Hoztam nektek megint egy rálátást. Isten tervét, hogy hogyan intézi a dolgokat, hogy aki nem tudatos, az ne kerüljön ki a karmából, hanem benne pörögjön. Aki viszont tudatos, az keresi a válaszokat, keresi az információkat, az ki fog jutni a karma körből. Na, a történet arról szól, hogy adott egy nő és egy férfi. Nézem a horoszkópjukat, figyelem a karmáikat, és a férfi képletében benne van az a jangfa sárkány állás, ami egyébként ebben az évben a kínai horoszkóp szerint a mi energiáinkat, tehát mindenki energiáját befolyásolja. Tehát ez az energia van jelen, a jangfa, sárkány energia. Ez ugye annyit jelent, hogy egy sziklából ki tud nőni egy mamutfenyő, akkor is, hogyha a sziklában szinte nulla táptalaj van, de ő mégis tündöklik, csodálatos és gyönyörű. Ezt ne felejtsük el, azért ezt bizonyos időközönként elevenítsük föl, hogy jangfa sárkány éve van, ami ha egy mondatba kellene összefoglalni, arról lenne szó, hogy egyedül is boldogulok. Tehát magyarul a férfi képletében benne van ez, hogy egyedül is boldogul, igen ám, de alacsony szinten arról van szó, hogy abban a pillanatban, amint nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt ő gondolja, tervezte, meg van beszélve, abban a pillanatban azt érzi, hogy kicsúszik a lába alól a talaj, és irányítani kezd. Igen. Azért, hogy ezt a biztonságát tartsa, tehát hogy ne legyen ez a bizonytalan érzés, képes hazudozni össze-vissza. Ez lett a viselkedés mintája, tehát a ráépülő félelemre, arra a félelemre, ami ott van benne gyerekkorból, hogy nem érzi maga alatt biztonságban a talaj, stb. Stb. Az lett a ráépülő viselkedés mintája, hogy hazudozik össze-vissza. A nő legnagyobb félelme az, hogy megbízik a férfiban, és a férfi elhagyja, becsapja, átverje, bemanipulálja egy helyzetbe, egy életbe, és ott cserben fogja hagyni. Na, bízom, hogy már eljut hozzátok az, hogy mire akarok kiukadni. Megtörténtek az események. Kiderült a nő számára, hogy a férfi hazudozik össze-vissza. Hát természetesen ettől abszolút bizonytalan lett, és hát a bizonytalanságát megosztotta a férfival, és ugye úgy közölte a dolgokat, hogyha te nem nyújtasz nekem biztonságot, akkor az azt jelenti számomra, hogy nem szeretsz igazán, és ha nem szeretsz igazán, akkor nekem tovább kell menni oda, ahol szeretve vagyok. Mi történik, amint meghallja a férfi ezt az információt? Azonnal kicsúszik a lába alól a talaj, és még nagyobb hazugságokat, hamisságokat kezd el gerjeszteni, plusz teljes mértékben hátat fordít. De ugye a férfinak győznie kell, tehát mi történik? Jobbról-balról össze-vissza hazudozik, csak hogy azt érje el végül, hogy a nő bedurcizzon teljesen. Hogyha bedurcizik a nő teljesen, akkor ugye meg lehet nyugodva mindenki, mert akkor a nő viszi el tulajdonképpen a karmát, a férfi meg föllélegzik. A gondviselés terve, tehát az egyiknek az a feladata, hogy bízzon a férfiban, miközben a felmenői mintái mind ugye azt, meg a nőknek alapból minden nőnek a zsigeri élménye ez a félelem, hogy megbízik a férfiban, és a férfi el fogja hagyni. Tehát magyarul a zsigeri élmény aktiválódott abban a pillanatban, mielőtt megtudta, hogy a férfi hazudozik össze-vissza. A férfinak nem volt célja, hogy elhagyja a nőt, de attól viszont nagyon fél, ami az ő zsigeri élménye,
hogy nincs biztonsága a lába alatt talaj, hanem ő irányít. Ezért mindig mindent elkövet, hogy ő irányítson, amit a nő nem nagyon visel, mert szabadon szeretne élni, szeretne megbízni a férfiban, de a férfi extrán irányítja a helyzetet, és ugye abban a pillanatban, amint nem úgy alakul ráadásul a dolog, akkor kicsúszva érzi, hogy kicsúszott a lába alól a talaj, és akkor még több hamisság, hazugság van a térben. Nagy káosz, nagy katyvasz. Kivéve, ha a nő tudatos, ha a nő eljön konzultációra, ha a nő keresi a horoszkóp szinasztriában a válaszokat, és úgy dönt, hogy amúgy a lágyszívű és egyébként szeretetre méltó férfit nem a zsigeri élményei alapján szeretné megítélni, hanem együtt szeretne vele fölfejlődni. Harmonizáló átvezető nő meditációt gyakorolja, és arról számol be, hogy iszonyú nehéz, mert a nő beszél az érzéseiről, a férfi nem beszél az érzéseiről, a férfi belül akarja megoldani ezt a dolgot, de a nőnek a méltóságára is kell figyelni, mert a férfi csak-csak próbál mindig ügyeskedni úgy, hogy hát azért csak ő legyen a győztes. Bízom, hogy tudtok követni. Tehát megy egy ilyen erőharc, ami ugye a nő részéről egy nyitott kommunikáció, a férfi részéről inkább egy ügyeskedés. De nem lehet kiszállni a sztoriból, hát több okból sem. Az egyik az, hogy ugye nem hagyjuk el a terepet csak úgy, hanem megoldjuk a feladatainkat, mindent ott megoldunk, ahol vagyunk, és a vagdalkozás helyett elmegyünk a falig. Addig megyünk a falig, amíg a szeretet mentén föl nem oldódik minden. Botoroznak szét, ez most azt jelenti, hogy távolodnak el egymástól, mert a nő az hát ultimátumot adott, hogy elég a hazugságból, elég a hamisságból, és új utakra fog indulni. Mi történik a férfiban? Egyrészt nem akarja elveszíteni a nőt, tehát folyamatosan szeretné megoldani a helyzetet, újra és újra belép a térbe, sajnos nem jó eszköztárral, de újra és újra belép a térbe, a nőnek a kommunikációjára a leginkább, és úgy akarja irányítani a dolgokat, hogy mégiscsak ő legyen az, aki pozícióban marad, tehát aki pozícióban marad. Na most is bízom, hogy tudtok követni. Az átvezető és harmonizáló nő meditációt gyakorlóknál az egyik nagyon fontos, hogy úgy nem enged vissza senkit, hogy nem történt meg a transformáció, viszont esélyt ad a fölfejlődésre. Azt nem lehet tudni, hogy végül a férfi legyőzi-e az egóját, legyőzi-e a félelmét, legyőzi-e azt a félelmét, hogy kihúzták a lába alól a talajt, és nem lehet ebben a nőben bízni, és be akarta csapni, át akarta verni, stb. Stb. Mivel a nő pontosan tudja a férfinak a félelmeit, ezért nyíltan és őszintén beszél az érzéseiről, akkor is, ha nem kap rá választ. Miért tud beszélni? Mert a belső mélységei meditációt is megcsinálta, ahol ugye a teljes önfelvállalás, az érzéseknek a teljes felvállalásáról volt szó, tehát ezt már begyakorolta, és beszél az érzéseiről, de úgy beszél, hogy a férfit nem fogja kiengedni az ajtól. Tehát ez azt jelenti, hogy hiába ügyeskedik, hiába manipulál, és teleteszi hamisságokkal folyamatosan a teret, nincs kijárat.
odáig el kell jutni, hogy a férfinak vállalni kell a tetteiért a felelősséget, mert ő volt az, aki először hátat fordított a bizonytalansága miatt. Bízom, hogy már érthető, hogy milyen fontos, hogy mi nők legyünk bölcsek, és stabilak, és szeressük önmagunkat. Nézzétek meg ez a információhoz, amit adok át nektek, ez a történethez, a főszemély kártyára jött ki a misztikus klippekből, és ugye azt írja, hogy napi kártyánál, hogyha ezt húzzuk, ha a nő húzza ezt a kártyát, az azt jelenti, hogy ma egészen a belső hangját kell követnie, és róla, mint emberről van szó. Gondolkodjon el azon, mivel tudna örömet szerezni magának, és mérlegelje, hogy nem térte le a helyes útról. Ha nő húzza ezt a kártyát, akkor a mai napon egészen komolyan kell vennie partnerét, vagy ha még nincsen társa, ma sor kerülhet egy új találkozásra. Mit jelent? Fogalmunk sincs, hogy mi fog történni. A férfi bizonytalan, a vele született és feladatként megoldásra váró helyzet miatt, ami a képletében is benne van. A nő zsigeri élménye anyjától, felmenőitől hozott mintázat alapján, hogy a férfi becsapja, átveri, becsábítja és ott hidegen hagyja. Figyeljetek a gondviselés trükkös tervét. Mi a cél? Hogy férfi és nő legyen külön-külön, és mindenki megtalálja a saját útját. Azt bár nem lehet tudni, hogy ők együtt fognak-e tovább menni. Viszont azt igen, hogy ott, abban a helyzetben kell mindent megoldani, ahol vannak. És a nő kitart. A nő folyamatosan mutatja az érzéseit, és nem fogja, azt mondta, nem fogja kiengedni az ajtón. Ezt most átvitt értelembe kell, még egyszer mondom, érteni. Bármit tesz is, bárhogy hazudozik, nem fog fölháborodni, nem lesz rossz indulatú, tartja a teret. Bölcs lesz, és tartja a teret. És hogy ebben a térben, amivel tulajdonképpen szorítja be a férfit a sarokba, hogy vagy az van, hogy akkor végleg vége, vagy az van, hogy akkor ő is fölfejlődik, ebben érlelődik meg mindenki. A nő egyre magabiztosabb lesz, ha egy nő magabiztos, ha egy nő szereti önmagát, akkor az azt jelenti, hogy a környezetét is tudja szeretni. És ha nem mennek együtt, akkor is óriási, óriási tapasztalás, óriási felfejlődési lehetőség mind a kettőnek. Még egyszer, mi irányítjuk a világot, mi nők. Ha mi megtanuljuk magunkat szeretni, számtalan kurzuson van rá, számtalan meditáción van rá, hogy megtanul magad szeretni. Megtanulod magad szeretni, kapcsolódsz a testeddel, ismered az őseid mintáját, ismered a kapcsolatodnak a szinasztria elemzését, mi a megugrandó feladat, mi mozgatja a férfit, és jó esélye, és ha még van egy olyan társad ehhez, aki újra és újra belép a térbe, igaz, hogy hamissággal, igaz, hogy hazugsággal, de teszi, csinálja, mert ő benne is mocorog a téma. Ha nem mocorogna, nem jelentkezne. De kapcsolódik. Amikor a nő érzi, hogy tenni kell, akkor lép egyet, és arra kapcsolódik, valamilyen formában kapcsolódik. De nem fogja átengedni neki azt a győzelmet, hogy úgy irányítgassa a dolgot, hogy a nő hagyja ott, és a nő durcizott be, és a nő hagyja ott. Iszonyú nagy kitartásra van szüksége, erőre, mondja, hogy sokszor nem könnyű, hogy
hogy ne törjön ki, amikor tudja, hogy full hamisságokat kap. De ez nem arról szól, hogy most valakit megítéljünk, hanem az, hogy átformáljon bennünk. És mindig megkeressük azt a magas nézőpontot, amiből olyan választ tudjunk adni, ahol mindenki győztes. Nagyon szép. Tehát ezek nagyon szép. Ez a nagyon komoly fordulópont. Tehát női minta fordulópontok ezek már. Amikor a nő benne van a saját erejében, és gyógyítja a létezésével a környezetet. Miért? Mert kereste a válaszokat. Kereste a kapcsolódáshoz fűződő válaszokat. Nem ítélni akart. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy az apjának is jó szíve volt, és sokat bántották egymást az anyjával, és hogy ott is, ha tudtak volna sok információt, akkor lehet, hogy másként csinálják. De a minták, a félelmek ide vezették. És ugye, hogy jut ki, van nagyon bölcs egyébként, mert hogy jut ki a mintából, lépésről lépésre. Ahol van, ott megoldja, hogy feloldódjon. Ha feloldódik ez a szeretet mentén, két lehetőség van. A férfi elhagyja az egóját, visszalép a térbe, és azt mondja, fölvállalja a felelősséget. Vagy a másik az, hogy teljesen elhal ez a szál kettőjük között. És akkor tulajdonképpen ezzel van vége annak a női és férfi mintának, az ő családi energia mezőiben, vagy hát egyáltalán az ő életében, hogy ezt megoldotta a szeretet mentén. És végre nem maradt áldozat, nem érezte magát becsapva, hanem azt mondta, hogy tartom magam. Jaj, tök jó. Nagyon jó ezt látni. És nagyon jó látni, hogy tényleg keresi a részleteket, a kis információkat, és megértette, hogy mi ennek az útnak a lényege. Ez az az út, ahol szeretetté válsz. És az a legfontosabb, hogy energetikailag változik folyamatosan, emelkedik, és az, hogy ki lesz majd az, akivel ezt bőségé tudja formálni, azt nem lehet tudni. De nem is az a lényeg egy-egy lépcsőfoknál, hanem az, hogy emelkedjünk, és majd a gondviselés rendezi a többit. A nő nem irányít, miközben folyamatosan olyan teret biztosít, ahol gyógyulhat a másik ember, de nincs hamiskodás, nincs csalás. Az egy következő ajtó. Ú, nagyon jó. Hát, bízom, hogy tudod segíteni nektek ez a rálátás, és kívánom, hogy ti is erősödjetek meg, és ti legyetek a saját életetekben az a fő személy, akihez lehet igazodni, mert ahhoz szeretnek is majd igazodni. Keressétek a válaszokat a kérdéseitekre. Nem olyan régen találkoztam valakivel, még ezt a történetet gyorsan elmesélem. Most eszembe jutott, arról beszélt, hogy van ez az olyan technika, most nem akarom kimondani a nevét, mert egyáltalán nem ismerem, és nem a technikáról szeretnék rosszat mondani. Amikor ilyen kézrátétellel vesznek ki, azt hiszem, nehéz érzéseket. Pontosan nem is tudom, hogy hogyan működik ez, bevallom őszintén, de hogy ők mindig azt keresik, hogy hogyan lehetne még ennél is jobb. Ami most van, hogyan lehetne még ennél is jobb. Na most, hogyha folyamatosan azt keressük, hogy hogyan lehetne ennél is jobb, akkor hajlamosak lehetünk arra, hogy csak a saját székünket figyeljük meg. Én azt láttam ennél a hölgynél, hogy tök pozitív ez a hogyan lehetne ennél is jobb kérdés folyamatosan, viszont nincs benne mélység. Ezt a mélységet ezt úgy értem, hogy a saját székéből hogyan lehetne jobb, és azt eléri úgy, hogy tele manipulálja a teret, teleteszi hamissággal, lepörgeti a felelősséget, stb. Stb. Igen, így is lehet haladni. De úgy is lehet, hogy figyelem a környezetet is közben, hogy nem csak magamra gondolok, hanem hogyan lehetne jobb úgy, hogy mindenki győztes.
Ez nagyon ezt a karma joga erről szól, hogy azt a limbikus ösztönt, amikor üs vagy fuss elve alapján működsz, tehát valakit leszúrsz, vagy elfutsz, mert félsz, ahelyett a tudatosságodból válaszolj. És a tudatosságod pontosan tudja, hogy mi a válasz. Ezért kell gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni. És lehet a jót, a pozitívat keresni, de ha épp az a feladat, hogy tartsunk ki abban, maradjunk benne abban, és az igazságnak tartsunk teret, akkor az azt jelenti, hogy itt egy nemes nő születik. És azt nem lehet tudni, hogy nemes férfi is lesz-e. De valahol van egy nemes férfi, aki vagy most születik, aki ehhez passzol. Meg nemes nők hozzá, akik már átmentek ezen a folyamaton. És távol tartják magukat az olyanoktól, akik újra és újra előrelépnek hamissággal. Szóval nagyon szép nap. nagyon büszke lett magára szerintem, mert így ez nem könnyű. Tehát én is tudom, ez tényleg nem könnyű így kitartani. Se áldozat, se üldöző, se manipuláló nem vagy. Őszintén beszélsz. Kejhek állsz a minőség. Nem függsz a kapcsolattól, nem is engeded el, hanem tartod a teret a gyógyulásnak. Pazar. Na, szép estét nektek. Sziasztok. Hello, hello.